Hello mindenkinek, én Attila vagyok. Hello mindenkinek, én Kitti vagyok. A mai videót már nagyon vártam, ugyanis újból enni fogok, amit tudjátok, hogy ez egyik kedvenc dolgom. Ráadásul, hogyha emlékeztek, volt a Kittikével még az a videóm, amikor egy napig én lila kajákat ettem, ő pedig sárgát, most pedig ennek lesz a folytatása, ugyanis én ma egész nap fekete kajákat fogok enni, a Kittike pedig fehéreket. Nagyon álmos vagyok, most keltem fel, és anya most fogja megcsinálni nekem a tejbe darámat. Na de együnk, hiszen tényleg reggel van, nemrég keltem és már éhen halok az éhségtől, szóval csináljuk a kaját. Jól látjátok, újból itt vagyunk az ágyamban. Kicsit forró itt a levegő, vagy csak én érzem így. Itt készül az én finom kajám. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én annyira nem szeretek édes dolgot reggelizni, mert nem veszi el az étvágyam, meg olyan, nem tudom, utána tök furán érzem magam, szóval, ja. A reggelünk két részből fog itt állni, két fogásos lesz ez a menü. Az első része, ez a kis kenyérke, tudom, ez nem fekete, mindjárt feketévé tesszük. Amúgy rájöttem, hogy szinte amúgy majdnem mindegyik étel egy idő után fekete lesz, olyan inkább bármit tehetnék. Csak maximum meg kellene égetnem, vagy hagynom kellene, hogy megramaljon, azt viszont nem biztos, hogy bevállalom. Enni fogunk egy ilyen gyümölcsvarázs extra fekete cseresznye dzsemmet, ezzel fogjuk megkenni a mi kis két kenyerünket, és hát nagyon kíváncsi vagyok, halljátok, hogy ez milyen lesz, ugyanis nem viccelek. Ezzel szerintem átvertek engem ezzel a lekvárral, ugyanis egy vagyont fizettem érte a boltba. Hogy látom, hogy ennyibe kerülnek itt a lekvárok, nem vagyok otthon az árfolyamukba. Na de nyissuk. Jó, miért pukkant? Fú, az illata. Az amúgy nem olyan jó. Ezt az ágyban reggelit nem találtam ki jól, ugyanis most így kicsit nehéz lesz. Ezt ne csináljátok utánam, kérlek. Vajon a Kittike hogy boldogulhat éppen? Szóval elkészült a reggelim, ami itt van. És hozzá tejet iszom. Már, maradj már! Tejet iszom hozzá. Nagyon jó lesz, szóval kóstoljuk meg. Na és itt is van az én csodálatos reggelim. Szerintem ez finom lesz, mivel én imádom a lekváros kenyereket. Na de együtt! Sokkal finomabb, mint amire az illatából számítottam. Konkrétan isteni nyalánkság. Csak te baromira édes, mondjuk lehet, hogy sokat is raktam rá bele, nem tudom, de nagyon-nagyon édes számomra. De mi tudom. Anya azt mondta, hogy mondjak pozitív dolgot is, mivel túl negatív vagyok. Amúgy finom kaját csinált anyukám, csak másnak biztos jó lesz, de nekem most nem esik jó. Majd a elkövetkezendő 24 órában biztos lesz valami finom kajava, és nagyon remélem. Szóval így nézett ki a reggelim. Előző felvételben annyira nem mutattam meg, de hát semmi extrát nem kell elképzelni. Megtudom a számom, mint az úriemberek. Én már nem leszek a Babethez méltó. Babett, légy a legjobb barátom. Kínos vagyok. Amúgy ez a dolog sokkal jobban elterített, mint amire számítottam, de tényleg, de amúgy még behoztam egy ilyen Oreo kekszet is, ami cukormentes, és mint látjátok, ennek is a külső része az ugye teljesen fekete, és ez csak akkor, hát ebben most nem fogok enni, csak megmutatom nektek amúgy eső szponzorát, csak ez az egyik keksz, amit mindig szoktam enni, mivel imádom, hogy a cukormentes isteni, és amúgy tényleg tök olyan az íze, mint egy Oreo keksznek. Még szerintem amúgy most iszok egy kávét, akkor feketén, alapból tejjel innám. Hát így legalább majd jobban kipattannak a szemeim, mert csináljuk azt a kávét. Milyen gusztanos, Jézus. Hú, emberek, amúgy a tejet el nem tudom mondani, mennyire gyűlölöm. Igazából semmit sem szeretek ebben a reggelikben, szóval nagyon jó. Ha, ott vannak a teregetett ruhák, mert mostam. Most nem azzal volt gondom, hogy keserű, mint a ménkű. Nem nagyon forró, de nem baj, most lehúzom húzóra. 3, 2, 1. Ebédnél találkozunk, viszlát. Szóval... becsukom inkább az ajtót. Csicska! Mivel megéheztem, így most fogok ebédelni. Az ebédem rizs lesz, hús, valamint ugye a hús az nem teljesen fehér színű, mivel raktunk rá anyával ízesítőt, ilyen
fűszereket, rakok rá camembert sajtot, olvasztok rá, és ez lesz az ebédem, és ja, csináljuk! Említettem nektek, hogy ide egy nagyon különlegeset találtam ki, legalábbis számomra, ugye találtam a neten egy fekete hamburgert, és előttem meg sose láttam, ugye, hogy a kenyér, a bucire ez fekete, és ezt megrendeltem, és... meg is érkezett, egy ilyen kedves üzenettel párosító, és rá van írva azt, hogy... micsoda? Rá is van itt írva, hogy jó étvágyat, és hogy vegan vagy, bár az nem tudom amúgy, hogy miért, hiszen a helynek nem az a neve, ahol rendeltem. Na mindegy, és akkor first impression, első reakció, először ti fogjátok meglátni, mert csak osszalom. Na fekete, durva? Itt a hús. Jaj, és itt a... rizs. Hú, de jó videós vagyok amúgy, hogy mutatom be itt a dolgokat, szóval ezt láthatjátok, ahogy most megcsinálom, összeállítom őket. Itt a rizs, szedek jó derék módon, mivel én egy legény vagyok. Most jöhet a hús, és mint említettem, ez nem fehér, mivel be kell valahogy ízesíteni. Szóval erre még rá fog jönni a camembert sajt. És azért nézek ilyen csöves módjára, mert mostanában, hé kamerás, mostanában mindig... mindig kint tanulok. Vágom itt a penészes sajtot, de... ehhez be kell majd vennem egy laktóz gyógyszert, hogy ne legyenek gondok itt a nap folyamán. Addig várunk. Hát én azért erre nem számítottam, hogy ez ennyire fekete lesz, mint a... kénköves, mint ilyen megolvadt láva, már ez szinte olyan. Nézzük is, hogy mi van benne, hát amúgy már én sem emlékszem, ugye fekete buci, marhahús, rukkola, grillezett cukkini, hát amúgy a rukkolát meg a cukkint annyira nem szeretem, szóval erre kíváncsi leszek, párolt lilakáposzta, azt viszont nagyon szeretem, csedársajt és házi majonézes cékla saláta. És amúgy óriási, szóval majdnem akkora, mint a fejem szinte, de a tenyeremben nagyon nehezen fér el. Nem értem, amit ízlelek. Fura kicsit, nagyon érzem benne a rukkolát, de amúgy finom. Most külön megkóstolom ezt a kenyeret, hogy vajon ennek más-e az íze, mint a sima ilyen hamburger zsemlének. Kicsi valami mást amúgy érzek benne, de nem tudom megállapítani, hogy mit. Szóval ezt most megeszem, és akkor vacsinál találkozunk. Ja, és egy pillanat, mindjárt visszatérek. És így néz ki az ebédünk. Igazából ma nem fogok inni, rájöttem semmit. Szomjazni fogok a videó kedvéért, mivel nem szeretem a tejet és tejet. Fú, nem, fúj, fúj. Ez 10-ből 10 pont. Nem úgy, mint a reggeli. Vettem az ebédhez egy ilyen különleges Coca-Colát, ami SS szponzorált sajnos. És ez ilyen új, hogy ilyen narancsos ízű, szóval nagyon kíváncsi vagyok rám, hogy ezt az Osamba vettem. És akkor ezt is megkóstoljuk. Úristen, ez mennyei. Megeszem a kis hambimat, mert amíg ezt meg fogom menni, ez körülbelül fél óra lesz. Utána pedig én indulok haza Tatára, szóval vacsoránál már a kis otthoni, megszokott családi környezetből foglak majd titeket fogadni. Szóval... hazaértem közben Tatára. És kitaláltuk, hogy a vacsorát egybe fogjuk vegyíteni, a feketét és a fehéret. Ilyen és csavar. Lesz belőle yin-yang! Mi van? Szóval azt találtuk, hogy most egy kis csavar lesz, és együtt fogunk enni egy fekete-fehér kaját, mégpedig ezt itt. Vettem ami ilyen. Fekete tészta, és ezen lesz tejfölt és sajt. Tejfölt? Mondom, tejföl. Tejföltet mondtál. Tejfölt mondtam, de mindegy. És ezen lesz tejfölt. Azért fekete ez a tészta, mert ez ilyen tinta halas, szóval nagyon kíváncsi vagyok az ízére, bár szerintem nem befolyásolja, csak ezzel színezik. Mit kell most ezzel csinálni? Ja, vizet fogunk forrálni, és belerakjuk a tésztát. Ő is fehér, és egyben fekete is, mivel a farka az ilyen szürkés, szóval őt is meg fogjuk enni. Történik. Hát akkor a Kitty lesz itt most igazából a főszakács, én meg a kukta, én segítek neki. Én sem csinálok valamit. Várjuk, hogy felforjon, ami nagyon sok idő lesz. Mi? Azt mondtad, hogy 5 perc. Nem mondtam ilyet. Tessék. Elnézést. Hogy látod ilyen szép?
Elnézést. Hogy lehet ön ilyen szép? Elnézést. Hogy lehet ön ilyen szép? Mit csinálunk, amíg várunk? Hallod, ez rímelt! Hallottad? Ez még a 11-es izé. To believe in, baby. Here we go, go, go. Oh, here we go, here we go. Ez kis dobom! Ez már nem létezik! Mi a fasz? Kérdezz felelek! Hogyan állnak a napjaitok? Nekem jól. Animal Crossing. Ennyi. Nekem meg tanulással, és unalmas már ez az egész. Nem is tanul. Van fóbiát, félelmed? Fók. A fókoktól, meg az ilyen kis csúszómászoktól, fúj, undorodom. Hát igen. Én tőled is. Szeretnél valami kis rágcsálót a házi állatnak? Hát itt van, ez elég nagy rágcsáló. Nagy kapagyfogai itt vannak. Mi lenne fiad vagy lányod neve? Áron, vagy Alex. Lány nem lenne. Csak viccelek. Nekem, hogyha lány lenne, akkor vagy Emma, vagy Corina, vagy Kinga, vagy Zsófi. Jó, akkor nekem az ilyen Benny tetszik, Benny név. Benny Paua? Nézzétek, ilyen a tészta, így néz ki, és azt, úgy néz ki, mint az ilyen... Mit csinálsz? Mint ez ilyen szénceruza. Mennyit? Öntessed bele az egészet, megesszük. Nem fogjuk az egészet. Azt kell mondanom, hogy nagyon büdös eddig ez a tészta konkrétan. Az lehet a kitvizaga. Hát felmondtam! Menj már el innen! Kitike épít kevergett, és nézzétek meg, úgy néz ki Kitty, tudod, hogy néz ki, mint a gumicukor. Tényleg. Mint az a medvecukor, vagy tényleg. Mi. Teljesen úgy néz ki. Kitty szerint meg úgy néz ki, mint a pókoknak a lába. Na, most már kóstolod. Várjál, nézd ide! Drámai első kóstolás. Dő, kóstold! Meg kamé. Elkészült az étek, megmutatom még nektek. Nem készültem. Tessék. Nekem nem raksz. Nem vagyok az anyád. De mi jutott eszembe? A hollányó. Mi? Hollányó, tollas párnája, vagy hogy van a mese? Tollas párnája. Vagy valami bundája, nem? Hollányó, tollas pálcája! Na jó, na, kóstoljuk. Már 3-2. Azt kell mondom, hogy amúgy tök királyra. Én nagyon szeretem a tájföld sajtos tésztát. Ennyi lett ma ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha szeretnétek, hogy legyen folytatás és hát tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és írjátok meg lent kommentbe, hogy melyikünk teljesített szerintetek jobban, és hogy melyik két szín legyen legközelebb. Neked van miért lesz legközelebb? A Kitty erről még nem tud. Ennyi lett ma ez a videó, én Attila voltam. Én pedig Kitty. Hamarosan újból találkozunk, legyen jó napotok, fekete és fejekkel gazdag. Sziasztok! Upszli, upszli! Na most nekem sincs kedvem, eszünk. Jaj, szétesik a szék, na bye! Upszli!